Jó volt, de izgultam, és ha nád leszek, mennek buliba. Legyél te is DJ, keverd a zenét, ez volt a mottója az idei füzetcsomagosztásnak. A gyerekek játékosan tanulhatták meg a DJ-k munkáját, a hagyományossá vált csomagosztást ezúttal zenekeveréssel indították. Nagyon jól éreztem magam, de nem szeretnék diszkós lenni, inkább táncos. Jó volt, mert ezt még nem próbáltam, és nem gondoltam, hogy ki fogok menni, és egyszer megpróbálom. A szülőknek jól jön a füzetekből álló csomag, ennyivel is csökkennek az iskola kezdési költségek. Nagy segítség, mert most két iskolás gyermek harmadikba kezd járni, a kisebbik elsőbe. Hát mind a kettőnek most a tanszerek megvásárlása, új táska, hát minden új felszerelés. És ez a kis segítség is jól jön. Tessék, Anita. Idén 27 gyerek számára több mint 300 füzetet osztottak ki. Szinte már hagyománnyá vált, hogy az iskola kezdete előtt, hogy itt a kertvárosban ez a kis társaság összegyűl, egy kis barátkozással, egy kis ünnepélyes program keretén belül ugye kiosztjuk ezeket a füzetcsomagokat. Ez alkalommal annyival különbözünk az előző évekhez, hogy egy zenés szórakozó műsort is készítettünk a gyermekek számára. A füzetcsomagokat a szociálisan hátrányos helyzetű családoknak, a nagycsaládosoknak és a gyermekeiket egyedül nevelő anyukáknak osztották ki, immáron 6. alkalommal.